Ülésezett Gödöllőváros képviselőtestülete. A november 14-én megtartott ülésen a testület elfogadta a város 2013. évi költségvetésének első, második, harmadik, negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. Jóváhagyta az önkormányzati intézményekben dolgozók jutalmát, két heti bérnek megfelelő keretösszeg erejéig, az intézményvezetők esetében pedig egy havi bér keretösszeg erejéig. Továbbá döntött a polgármester és két alpolgármester egy havi illetménynek megfelelő jutalmazásáról. A testületi határozatok szerint 2014-ben nem emelkednek a lakbérek, helyiségbérleti és földterületbérleti díjak, továbbá a földhaszonbérleti díjak sem. Az ülésen új önkormányzati, kulturális és közművelődési koncepciót is elfogadott a képviselőtestület.